És sziasztok srácok! Idén is elérkezett hát a Fortnite Mérz ideje, így kicsikét késve is, de megérkezett. Most délután 2 órakor elérhető lesz a Fortnite Mérz, amiben magát a Storm Kinget lehet legyőzni. Ja, és igen, lesz egy vadonatúj banán skin is, nem tudom, hogy item shopos lesz-e, vagy ingyenesen megkapjuk, akinek megvan a Season 8 óta, de reménykedem benne, hogy nem kell még egyszer megvenni. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Support Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghostly Rider. És ha esetleg nem vagy feliratkozva, nagyon megköszönném, ha nyomnál egy feliratkozást, hiszen a 60 ezerhez már nem sok kell, és nagyon boldog lennék, ha meg lenne. Nagyon szépen köszönöm, ha ezt megteszed. És most lássuk az új skineket. És akkor emote time! We'll be right back.
És ugyebár itt van a Mary Minty X, ugye ez a csákány, amit mindenki azt hitte, hogy ingyen meg fog kapni, ha beírja a kódot. Én hiszékeny létemre is elhittem sajnos, de nagyon úgy látszik, hogy nem fogjuk megkapni, ugyanis a GameStop csak külföldön van, és csak azok kapják meg ezt a csákányt, akik azt a kódot beírják, amiket ott kapnak. Szóval jelenleg semmilyen formában nem tudjuk megszerezni ezt a csákányt, kivéve ha valahonnan megvesszük hozzá a kódot, de nagyon óvatosan, mert rengeteg scammer van, akik ilyen kódokat árulnak, és nem működnek a kódok. De nem csak scammerek vannak, vannak jófej emberek is természetesen, akik osztogatják ezeket a kódokat, szóval érdemes nézni a közösségi oldalakat, hát ha elkaptok egy ilyen kódot, és megszerzitek a csákányt. De szerintem semmiféleképpen ne vegyetek ilyen csákány kódot, hiszen könnyen átverhetnek titeket, szóval várjuk meg, hogy hát ha itt Magyarországon is meg lehet szerezni ezt a csákányt. Szóval amit én kiraktam, két kód, az állítólag egy Batman játékhoz tartozik, bár nekem alapból megvoltak a Batman játékok, én nem tudom, de páran írták, hogy Batman játékot kapott a könyvtárba. Természetesen a videó leírásba le fogom rakni a kódot, írjátok be esetleg akinek a Batman játék kell, úgyhogy legalább valamit kapunk, nem csak a semmit. Úgyhogy, bocs srácok. Na de ne buslakodjunk a csákány miatt, hiszen nagyon jó kis töltőképernyőket kaptunk a Week 4-re és a Week 5-re. Ezen a töltőképernyőn, ami csütörtökön megszerezhetünk, itt hőseinket láthatjuk, végre őket is, és valami nem stimmel. Ugyanis a horgász csávónak valami figyelmeztetés jön, amin ugye láthatólag ott van az Alternek a logója, és ugye ott van a fehér ninja, aki Alter, viszont ott van a fekete is, aki ugye az Ego. Szóval így gyorsan hirtelen nem tudtam még eldönteni, hogy a fekete ninja változik át fehérré, vagy alapból ketten vannak. Egyébként a Fortnite N betűje ott van a bal szélén a képnek. A Week 4-es töltőképernyőn már a gonoszokat láthatjuk, az altereket. Ezen a képen már a gonosztevők vannak, az alterek. Úgy látszik, hogy halakat cserélgetnek el fegyverre, ugye a nagy szájjal, aki most került be az item shopba tegnap. A Fortnite-ból a T betű ott van a jobb felső sarokban, a daru tetején. És ha már a Fortnite mérsz itt van, ne felejtsük el az ingyenes challenge-eket sem. A mostani challenge-ekkel egy töltőképernyőt, egy graffitit, egy banner ikont, és ha legyőzzük magát a Storm King-et, akkor megkapjuk az esernyőjét. S ez mellett lesznek még külön challenge-ek is, remélhetőleg ingyen. Ezekben a challenge-ekben leginkább kördeszkákat kaphatunk, illetve lesznek még itt XP-k és egy graffiti. Az egyik gördeszkán egyébként egy Gold Trooper van, úgyhogy ezzel az Epic direkt idegesíti a rajongókat, hogy mikor kerül már be az item shopba, biztos vagyok benne, hogy a Fortnite Maze legvégére tartogatja a nagy bombát. Természetesen a Reaper kasza is be fog még kerülni, majd idővel. Kerültek be vadonatúj fegyverek is, természetesen ebből szerintem van Save the World-os is, viszont a bal felső sorokban lévő szigony ágyú, ha minden igaz, a Battle Royale-ba fog bekerülni. Ennek a fegyvernek a leírása alapján az ellenséget magunkhoz tudjuk húzni, mint a Mortal Kombatból Scorpio, és megsebezzük vele az enemit. Gyakorlatban elég érdekes lehet, például ha felmegy High Groundba és lerántjuk onnan, akkor gondolom fall damage-et fog kapni, szóval érdekes kis fegyver lesz. Érdekességként a Frozen Legends, illetve a Lava Legendsnek bekerült egy különfajta ritkaság. Ugye korábban bekerült a Dark ritkaság, most bekerült a Frozen, illetve a Molten. Ebből nekem csak egyébként a Frozen X van meg, de legalább van ilyen is. Aimet ne nézzétek, ő csak ilyen kakuktojás. Egy leaker szerint, ha minden igaz, a fájlok közé bekerült a Battlehound női változata, sajnos erről se kép semmi nincs, viszont ne lepődjetek meg, ha véletlenül bekerül az item shopba. Viszont srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Biztos vagyok benne, hogy lesz még egy kis teória, azért ezt a Storm King-et érdemes lesz megbeszélni, hogy hogy került a szigetre. Remélhetőleg nem csak úgy odaspamnolt a sziget közepére, de majd meglátjuk. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, Ghostin Rider voltam, sziasztok!